Duró Dóra vendégem, kezdjét csalkom, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A mai Magyar Nemzetben, persze millió helyen lehetne most arról olvasni, hogy politikusok, pártok, nem tudom én, hogyan exponálják magukat akár a vakcinákról, hogy milyen vakcinát lehet beadatni, csak egy első kérdésnek gondoltam, hogy tegnap a parlamentben is ugye elhangzott az, hogy nagyon sokan az ellenzéki pártok közül óckodnak ugye például a kínai vakcinát, és erre az a válasz született többek közt, hogy számos Kínában gyártott gyógyszer van forgalomban hazánkban és Európában is, a baloldal mégiscsak a koronavírus elleni vakcinának szólal föl. Önöknek, vagy akár személyesen önnek mi az álláspontja, véleménye a vakcinákkal kapcsolatosan? De az, hogy ebből politikai kérdést csinálni, mindenképpen káros. Tehát az a legfontosabb, hogy minél inkább szakmai vita alakuljon ki, akár a vakcinákról, akár a járványnak a kezeléséről, és ezt egyébként sem a vakcinák esetében, sem például a lezárások esetében nem látjuk. Ezért is kezdtünk el egy óriás plakátkampányt is annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet arra az észszerűtlenségre és következetlenségre, tapasztalható a lezárás. Na bárjon akkor most a mi hazánknak, ha már ilyen ügyesen és gyorsan átkanyarodott arra, hogy óriás plakát kampányba kezdtek, de akkor ez egy ilyen mutációs, már mint több típusú óriás plakátról van szó, aminek ez egyik része pont a vakcinákkal kapcsolatos? Nem. Ez csak egy szimbolikus óriás plakát. Mi szerepel az óriás plakátokon? Bocsánat, én egyet sem láttam még. Azért is, mert egy szimbolikus plakát kampány csak, tehát nem egy olyan őrületesen nagy példányszámra kell gondolni. Ennek finanszírozási okai vannak. Elég a lezárásokból, ezt az üzenetet igyekszünk közvetíteni a kormánynak is, és az embereknek is természetesen. Az, hogy olyan észszerűtlenségek előfordulnak, hogy például a kaszinók nyitva lehetnek, de egy mikrovállalkozásként működő vendéglátóhelynek lassan fél éve zárva kell lennie, ez egészen elképesztő visszásság. De van olyan korlátozás, például a kijárási tilalom este 8 órás időpontja, amelynek a következménye a bolt zár, ugye 19 órakor be kell zárni a boltoknak, ezáltal nagyobb zsúfoltság alakul ki délutánonként az üzletekben, ami még kontraproduktív is a járvány vonatkozásában. Ugye többek közt önök, meg személyesen talán ön is azt mondja, most idézek, hogy ne hitellel biztosítsa a kormány a vendéglátóipar túlélését. Ugye most biztos erre a 10 millió forintos hitelre gondol, amit 3 éven keresztül egyáltalán nem kell még törlesztenie a vállalkozásoknak, és 3 év után is teljesen kamatmentesen fogja visszafizetni 7 év alatt az adott vállalkozás. De hát van bértámogatás, és én azt gondoltam, hogy akkor ezek után, vagy emellett azt fogja mondani a mi hazánk, hogy jó, ne legyen hitel, de nagyon örülünk például a bértámogatásnak. A bértámogatásnak nagyon örülünk, csak az nagyon kevés, hiszen azoknak a költségeknek, amelyeket így is viselniük kellett a vendéglátóhelyeknek, amellett, hogy zárva voltak, azok csak egy töredéke a bértámogatás. A legnagyobb tétele mellett a bérleti díj, amelyet akkor is fizetniük kellett a vendéglátóhelyeknek, amikor zárva voltak, és ez óriási terhet rót rájuk. Amit bevételük egyáltalán nem volt. A kormány ugye úgy döntött, hogy egészen májusig teljes egészében eltöröl az önkormányzati, meg az állami helyiségeknél. Így van, de ez már egy későn jött segítség volt ezeknek a vendéglátóhelyeknek, másrészt aki pedig nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget bérel, őrájuk ez nem vonatkozik, és az is egészen arcátlan volt a kormány részéről, hogy még ezt a novemberi bértámogatást is csak februárban kapták meg nagyon sok vendéglátóhelyen, tehát azért finoman szólva is érzéketlen volt a kormányzat ezzel a szektorral kapcsolatban. Belátták aztán később szerintem ezt a problémát, és akkor ugye ettől az évtől kezdve meg már ugye előre finanszírozták a bértámogatást. Hát miután elindult egy nyomásgyakorlás részben a szektor részéről, részben a Mi Hazánk volt az első, aki felemelte szavát a nyitás mellett, és aláírásgyűjtésbe is kezdtünk, amelyet még most is folytatunk a honlapunkon. Tudja, nagyon sok ellen. Bocsásson meg. Tudja, nagyon sok szakember azért az elmúlt hetekben, hónapokban azt mondta, hogy óvatosan a politikusoknak. Óvatosan, amikor például a vakcináról beszélnek, mert nem az ő szakmájuk, ezt bízzák ugye a szakemberekre. Azt hadd kérdezzem viszont ön meg, hogy mivel jobb az, amikor egy politikus vagy politikai pártok azzal rukkolnak elő, hogy majd ők jól megmondják, hogy ki kellene nyitni. Miközben
Erre önöknek sincs rálátása. Mi elsődlegesen az észszerűtlenségekre hívtuk fel a figyelmet, és olyan konkrét példákat mondtunk, amelyekről ordít, hogy egyébként magának a járványnak a kezelését sem segítik. Jó, említette az... a kaszinót, ugye, hogy miért lehet kaszinóba járni, és akkor miért nem lehet bemenni ugye egy étterembe vagy vendégre. Hát nyilván itt ez a számszerűség is sokat számít, hogy nem tudom, hány kaszinó van az országban, meg hogy hányan vannak kaszinóban, önök tudják? Hát pontosan nyilván nem tudom, de az az egésznek kérdésnek nem csak a kaszinók miatt fontos ez, hanem például a bútorboltokban olyan óriási zsúfoltság van hétvégén, mert az emberek nem tudnak hova menni, és kvázi szórakozó helyként használnak óriási bútorboltokat, de elektronikai üzleteket is említhetnék. Tehát azért a főleg nagyobb multicégeknek valahogy megengedi a kormányzat, hogy nyitva legyenek, miközben ezek a mikro kisvállalkozásként működő vendéglátóhelyek zárva vannak. De említhetném az állatkertet, az egy óriási visszásság, hogy egy szabadtéri területre nem lehet bemenni, hónapok óta zárva kell lennie, de ugyanígy a vadasparkok is, vagy az uszodákat, edzőtermeket is említhetném. Tehát igen, a sportolási tudja. Lehetőségeknek a szűkítése egy járvány időszakban az egészen elképesztő, kontraproduktív, ahogy az is, hogy este 8 óra után nem lehet elmenni futni, vagy sétálni, vagy biciklizni, még a saját lakókörnyezetek is. Ön is látja, azért számos országban ezek a korlátozó intézkedések jelen vannak, egy-kettő, ahol egy picit is próbáltak oldani ezeken a korlátozó intézkedéseken, ott azonnal berobbant ismét a járvány és a vírusnak az elterjedése. Nagyon sok politikus Nyugat-Európában is a lezárás ellenességet képviseli, például Matteo Salvini most azt nyilatkozta, hogy őnek a legfőbb célja Olaszország újranyitása, újraindítása, de említhetném Nigel Farage-t Nagy-Britanniában, akik kezdettől fogva azt képviselik, hogy az idős korosztály védelméért kell mindent megtenni, hiszen ők a veszélyeztetettek, oda kell az erőforrás csoportosítani, de egyébként akire vélhetően nem veszélyes ez a vírus, vagy akár úgy átesik ezen a fertőzésen, hogy észre sem veszi, az ő életüket minél előbb a rendes kerékvágásba kell visszaállítani. Hadd kérdezzem azért arról, hogy oké, most kint vannak ezek az óriás plakátok, de nagyon sokszor ugye a pártok azt az utat választják, hogy inkább közvetlenül, nem tudom, hogy legalább próbálják közvetlenül megszólítani az állampolgárokat. Bármilyen ilyen belső, nem tudom én, levelezésük, kérdőívük volt, mert ugye ezt szembe lehetne állítani azzal, amit a kormány most ugye kitalált, hogy van nemzeti konzultáció, tetszik, nem tetszik, az ember beixeli, megszavaz, vagy nem megszavaz, megválaszolja az adott kérdésre az adott választ. Az nem hatékonyabb? A honlapunkon indítottunk aláírásgyűjtést, amit most már több tízezren aláírtak, és ezen felsoroltuk, hogy mik azok a helyiségek, amelyeket megnyitnánk, tehát a múzeumok, könyvtárak, az is nonsens, hogy egy könyvtár zárva van, miközben akkor a kaszinók, bútorboltok, elektronikai üzletek nyitva vannak, a múzeumok szintén. Tehát most már ráadásul felmérések is készültek arról, hogy a bevásárló központokban terjed legjobban a vírus. Tehát még észszerűbb is lenne, hogyha az emberek több helyre mehetnének el, de a kijárási korlátozásnak az este 8 órai időpontját is túlzónak tartjuk. Mi feloldanánk ezt is, hiszen ahogy mondtam, a boltokban zsúfoltságot eredményez, másrészt pedig a szabadtéri sportolást is tiltják. Hadd mondjak akkor önnek egy jó hírt, bár nem tudom, hogy ez jó hír lesz-e, de mintha valahol azt olvastam volna, hogy március közepétől például a gyógyfürdők részlegesen újra nyithatnak. Valószínűleg, hogy ebben a hullámban, már a nyitási hullámban nem csak a gyógyfürdők lesznek benne, ugye a Gulyás miniszter úr még múlt héten említette azt, hogy március 1-től nagyon óvatos, nagyon részleges nyitás lesz, ami majd áprilisban folytatódik. Tehát lehet, hogy feleslegesen költöttek el, nem tudom én, valamennyi pénzt ezekre az óriás plakátokra. Nem sok pénzt költöttünk, hál' Istennek, tehát csak egy óriás plakát az olyan 30 ezer forintba kerül. Két hét. Így van, tehát, és minden megyébe körülbelül egy óriás plakátot tudtunk kihelyezni. Bocsánat, de nekem azt kérdezem meg, hogy ennek mi értelme van egy megyében egy plakát? Hát ezzel is, ez is egy felület, amivel persze, kell tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy ezt az álláspontot képviseljük következetesen, és mi továbbra is ezt fogjuk a kormánytól is elvárni, hogy azokat, főleg a kisvállalkozásokat, akik már tavaly is majdnem 4 hónapig kénytelenek voltak zárva tartani, azokat segítse, és hallja meg a hangjukat, hogy kinyithassák az üzleteiket. Hát én mondjuk már sokszor beszélgettem önnel, meg még valószínűleg fogok is, lejárt egyébként az időnk, csak egy gyors választ várnék. Örülnének annak, hogyha az ellenzék
ellenzéki pártok, tudja most, hogy egy csodálatos összefogás született meg az ellenzéki pártok részéről. A baloldali ellenzéki pártok részéről. Akkor köszönöm, hogy, igen, hogy ezt kiegészítette. Csak a kérdésem arra van, hogy örülnének annak, hogy esetleg megkeresnék önöket, hogy legyenek részesei ennek, esetleg maguktól jelentkeznének, hogy ott legyenek ebben a csapatban? Semmiképpen. A Mi Hazánk Mozgalom gyurcsánymentes ellenzék volt eddig is, és ezután is az lesz. Köszönöm szépen, hogy itt van. Köszönöm a lehetőséget. Thank you.